Sziasztok srácok, én Martin vagyok, és ebben a videóban összeszedtem nektek azokat az információkat, amiket eddig tudni lehet a FIFA Mobile új szezonjáról, ugye a FIFA Mobile 20-ról. Az első fontos dolog, amit tudni kell, hogy ugye szeptemberben fog kijönni az új season. Tulajdonképpen azt is mondták, hogy rendes FIFA megjelenésével egy időben, kb. Viszont voltak képek, amiken azt írták, hogy a preseason szeptember 17-ig fog tartani, vagy a körül, tehát utána jönne az új season szeptember 18-a vagy 19-e körül. A lényeg, hogy szeptember második felében ez az, ami tuti biztos, és tehát magyarul már egy hónap sincsen nagyon. Én várom, személy szerint én várom. Térjünk át a rendszer követelményekre. Tulajdonképpen ezek nem nagyon változtak, a minimum rendszer követelmény az nagyjából az maradt, ami most, tehát akinek eddig ment a játék, annak valószínű, hogy ezután is fog. Azt írják róla, hogy ugye iOS-en iPhone 5S vagy későbbi telefonokon fog menni, iPad Touch, iPad Air, iPad Mini 2 vagy újabb gépeken fog működni. Androidon kell minimum 1 GB RAM, 1 GHz-es processzor, illetve 4.2-es Android verzió, vagy ugye később. A head-to-headnek nyilván nem lesz elég a letöltéshez szükséges minimum rendszerigény, mert hát ahhoz ugye nagyobb processzor kell, meg GPU, de igazából hát laggolva el fog menni az is tulajdonképpen, a gyengébb telefonokon, igazából ennyi. Leírásba leteszem a linket, ahol meg tudjátok találni a minimum követelményeket. Itt leírja, hogy milyen telefonokon fog működni, Androiden is, meg iOS-en is. Úgyhogy ezt nézzétek át, és akkor tudni fogjátok, hogy a ti telefonotokon működni fog, vagy sem. A következő dolog, amit tudnotok kell, hogy mik azok a dolgok, amik ebből a seasonből átmennek a következő seasonbe. Kezdjük azokkal, amik nem fognak átmenni. Nem fog átmenni a szint, hogy hanyas szintű vagy. Nyilván a csapatod, a játékosok sem fognak átmenni a csapatodból, viszont erre még visszatérünk hamarosan. Nem fog átmenni a coin, a gem, tehát magyarul a gyémánt boostok se fognak, a fanok se, a kupák, az eddig elért eredmények, tehát a napi küldetések meg alapküldetések, amik tartoztak az eventekhez, a ligátok eddig elért teljesítménye, a VIP szint, az XP, illetve a helyezésetek. Ezek nem fognak átmenni. Ami át fog menni, az a FIFA point, a Naven Later Packs, amik ugye majd a Preseason Eventből lesznek elérhetőek. Ott tudjátok megszerezni őket, erre is majd vissza fogok térni. És a logók fognak még átmenni. És akkor van egy dolog, ami még át fog menni. Ugye mondtam az előbb, hogy a csapatotok meg a playerek nem fognak átmenni. Na most lesz egy olyan újítás, amely azt tartalmazza, hogy egyes eventeken lehet használni a FIFA Mobile Season 3-as csapatotok kezdő 11-ét, amelyen aktív line-up-pal abba hagytátok a Season 3-at. Az úgynevezett Legacy Team, tehát tulajdonképpen örökölt csapat. Az a lényeg, az aktív line-up az át fog menni az új seasonbe, nem azt fogod használni rendesen, hanem ez csak bizonyos eventeken lesz elérhető. Annyi a lényege, hogy hogyha minél nagyobb az OVR-etek, amivel abba hagytátok a Season 3-at, és aktív line-up-ba is be van kapcsolva, akkor annál nagyobb nyereményeket fogtok szerezni ezzel a tímmel, ezeken a bizonyos eventeken. Tehát igazából én azt javaslom nektek, hogy most már ne nagyon szerkezgessétek a csapatotokat, inkább csak az OVR-re menjetek rá, és akkor több rewardot fogtok kapni a jövőben. A következő dolog, ami tulajdonképpen nem biztos, de nagyon nagy valószínűséggel ez fog bekövetkezni, ugye eddig mindig a rendes FIFA-nak az Ultimate Team borítóján, akik szerepeltek játékosok, mint mondjuk tavaly Dybala, De Bruyne és Neymar, ők voltak ugye a FIFA Mobile-ba a Team Hero Master,
a Liege Master, illetve a Domination Master. Na most, ugye a FIFA 20 Ultimate Team-es borítóján Virgil van Dijk, Vinicius Junior és Jadon Sancho szerepel, ami azt jelenti, hogy a FIFA Mobile első, második és harmadik szezonjából kiindulva idén is az lesz, hogy a Team Hero, a League Master, illetve a Domination Master az Sancho, Van Dijk, illetve Vinicius Junior lesz. Hogy melyik lesz, azt nem tudni, de több mint valószínű, hogy ez így fog alakulni. De mondom, ez nem 100%, ez csak én gondolom így, mert eddig is így volt. Na srácok, a következő dolog, amit el kéne mondani, hogy itt a bétába, ugye megjelent a béta, és írtak is róla, hogy mik lesznek itt a változások, és valószínűleg már észrevehettétek, hogy kettő darab skill move-ja van a... Hát minden játékosnak tulajdonképpen kettő darab skill move-ja van, ami azt jelenti, elméletileg az összes játékosnak majd meg rulettsel lesz alapjáratom. Tehát rulettezni tudtok, hogyha megnyomjátok a sprint gombot, mint ahogy eddig is tettétek, az mindenkinél elméletileg a rulettet fogja jelenteni. Viszont van egy második skill move is mindenkinek, azt pedig úgy tudjátok elérni, hogyha nem rákattintotok a sprint gombra, hanem felfele húzzátok, mint mondjuk az emelt lövésnél, vagy az emelt passzolásnál. Ezek a második skill move-ok lehet a lane change roll, a flick up, a hit heal, a flip flap, illetve a rainbow. Hát ezek tulajdonképpen azok, mint eddig voltak, kivéve a flick up. Nem értem, hogy tavaly miért raktak be 3 vagy 4 új skillt, amikor senki nem kapta meg konkrétan, hanem egy játékos. Azok közül látszik, hogy csak a flick up-ot hozták át. Hát nem értem, hogy őszinte legyek. Amit még írtak, hogy a kapusnak a magassága most már nem annyira fogja befolyásolni itt a dolgokat, tehát nem az lesz az első számú dolog, ami miatt egy kapus OP, tehát az alacsonyabb kapusok is elméletileg most már ugyanolyan jók lehetnek, mint a magasabb kapusok. A bétában is lehetett tapasztalni, hogy új helyzeteket raktak be a VS adtakba, ezt én is észrevettem. Hát vannak köztük jók is, és vannak köztük rosszabbak is. Ez egyértelmű igazából. És akkor fejlesztettek a passz rendszerben, a lövésben, a védekezésben is. Hát én azt vettem észre így a bétából kiindulva, hogy talán mintha logikusabban és jobban passzolnának a játékosok. Remélem, hogy ez így marad. Nem volt csak valami bug, ami miatt ilyen jók a passzok. De az tény, hogy tényleg én érzem, hogy jobbak lettek a passzok. Védők többet fognak szabálytalankodni, mint eddig, hogyha ugye meg akarják állítani a támadókat. Hát legalább realisztikusabb lesz, tehát hogy most nincsen olyan meccs, ahol egy védő ne szabálytalankodna nyilván. Ha meg kell állítani a támadót, akkor meg kell állítani. Elméletileg javították, illetve fejlesztették azt, hogy átváltunk másik játékosra a védekezés közben, illetve azt is írták, hogy majd hogy a fejeseknél valaki mindig el fogja fejelni a labdát, tehát nem lesz olyan, hogy jön a labda, aztán csak így állnak, azt néznek, és elpattam mellettük, vagy fölöttük a labda, hanem bele fognak fejelni. Valaki biztosan, hát meglátjuk. Az a helyzet, hogy meglátjuk. Realisztikusabb lett a shot power, tehát elméletileg gondolom én nem lesznek ilyen bugos lövések, hogy elrugod, aztán csak azt látod, hogy gól. Tehát, hogy így a labda az így oda teleportál a kapuba, olyan erős a lövés, meg ilyenek. Igen, ez H2H-ba elég érzékelhető volt. A fejesek nem lesznek most már olyan gyorsak, mint eddig, tehát ez is realisztikusabb lesz. Nyilván nincs olyan ember, aki belefejel a labdába egy szöget után például, aztán ilyen 500 km per órás sebességgel kapuba száll, tehát hogy így what the fuck. Amit itt leírnak, az jó, tehát remélem, hogy tényleg be fog válni, és nem lesznek bugosak. Úgyhogy én várom, azt kell, hogy mondjam, várom. Visszatérünk a Now and Later rewardokra. Ugye a Preseasonből lehet szerezni mindenféle Now and Later packet, amit tartalmazhat coint, skill boostot, XP-t, egyes itemeket, eventekhez, és ugye a jól megszokott Now and Later playereket is meg lehet szerezni a Preseason eventből, amik ugye átkerülnek
az új seasonre nyilván kisebb ratinggel. Na most ezek a játékosok, már lehet tudni, kik lesznek. Lesz egy PSG-s Ander Herrera, Atletico Madridos Joao Félix, egy Dortmundos Hummels, Chelsea-s Pulisic, és egy Real Madridos Eden Hazard. Azért mondtam, hogy milyen klubba játszanak, mert ugye a preseason az már tavaly is, illetve most is a top transfer event lesz egybe, tehát az eligazolt játékosokat rakták bele a preseasonbe, de nyilván tudjátok ti is, hogy milyen csapatba játszottak volna, nem tudom, miért mondtam, ez van. Szóval ezek lesznek azok a játékosok, akiket meg lehet szerezni a preseasonből, és át lehet őket vinni az új seasonre, kisebb ratinggel. Azt írták Discordon, hogy nem biztos, hogy meg lehet szerezni az F2P játékosoknak, ami kicsit érdekes mondjuk, de ő döntésük nyilván. Ez a season után igazából meg sem lepődök ezen. Azt írták, hogy 98 OVR-es játékosokig lehet eljutni free-be, ami azért vicces, mert az összes non-later player 99 meg 100-os, tehát hogy így VTF. Na mindegy, majd meglátjuk igazából, hogy milyen lesz. Lehet, hogy lákkal meg lehet szerezni őket, lehet, hogy nem. Majd kiderül, srácok. Ennyi információt tudok ezekről igazából. Utolsó dolog, amit tudattak velünk, hogy lesz egy ilyen új rendszer a leaderboardhoz, tehát a tulajdonképpen a helyezésekhez, a táblázathoz, hogy hanyadik helyen vagyunk a ranglistán, ami tulajdonképpen annyiból áll, a bétában is él már ez a feature. Tulajdonképpen nem csak globál leaderboard lesz, tehát hogy ugye hogy mindenkivel megméretteted magad, a nagyobbakkal, kisebbekkel, stb., hanem lesz egy ilyen saját OVR-re szabott ranglista is, ami nagyon jó egyébként, mert ott legalább tényleg el tudsz érni olyan helyezést, amihez megvan a skilled, nem pedig az 50 OVR-re nagyobbak ellen kell versenyezned, ami ugye esélytelen, hanem saját OVR-esekkel. Tehát ez tényleg egy jó dolog. Én ezt is várom, és kíváncsi leszek rá, hogy ez tulajdonképpen hogy is fog történni majd időben. De a bétában ugye az van eddig, hogy 6 óránként frissül ez a ranglista, és rewardokat lehet kapni. Az top 3 ugye külön kap rewardot, a top 1, top 2, top 3, és utána pedig kisebb-nagyobb csoportokba fogja adni a rewardokat, tehát hogy a játékosok top 10%-a, mit tudom én, a 10-től a 4. helyig, utána top 25%, top 50%, ez ilyen kisebb csoport, hogy 250. helytől a 11-ig, 1000-től 250. helyig, 50 milliótól 10 millió helyig, tehát ilyen kisebb csoportokba adja majd a rewardokat. Nyilván minél magasabb helyen vagy, annál nagyobb rewardokat fog adni. Ugye a bétában playereket ad, de szerintem nekünk nem lesz azért ilyen jó dolgunk, hogy adja az eliteket 1000 számra, hanem itt is ugyanúgy szerintem skill boostot, XP-t, playert is adhat szerintem. Úgyhogy kíváncsi leszek. Eddig ennyi információnk van az új seasonről. Hát a Legacy Team meg a leaderboardos frissítés az, ami eddig újnak mondható. Én kíváncsi leszek mindkettőre. Hogyha lesznek még információk, akkor azt is tudatom veletek, de addig is köszönöm szépen a figyelmet. Hogyha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, és hogyha nem akartok lemaradni az újabb infókról sem, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Sziasztok!